Pedagógus napi elismerések átadása Terézvárosban is. Újra egészségnap az 5-ös 10-ben. Pályázható a Terézvárosi Önkormányzat Siófoki üdülése. A 6. kerületi Bajzaiskola ünnepi gálája az 5-ös 10-ben. Újra kezdődik a Terézvárosi napközistábor a Derkovics Gyula általános iskolán. A Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat zenés műsora a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Terézváros óvodáiban, iskoláiban dolgozó pedagógusokat köszöntött az önkormányzat május 30-án az 5-ös 10 színház termében. Hassai Zsófia polgármester az önkormányzat a szülők és a gyerekek nevében a közelgő pedagógus nap alkalmából megköszönte az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és az intézmény vezetők egész éves, kiváló színvonalú áldozatos munkáját, majd Simonfi Márta alpolgármesterrel, Jeszenszkiné Dunavölgyi Máriának, a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatóhelyettesének és Rakó Józsefnek, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatójának átadta a kerület legrangosabb szakmai elismerését, a Terézváros közoktatásáért díjat. A mai önkormányzati percek vendége a két díjazott lesz. Ez a mai nap a köszönetről szól, hiszen Terézváros pedagógusainak, óvónőinek, asszisztenseinek és mindenkinek, aki az oktatás nevelés ügyét szívén viseli és minden nap ezt gyakorolja, szerettünk volna köszönetet mondani az egész éves áldozatos munkájáért. Igazából ez egy nap, ezt hangsúlyoztam a beszéd során is, de hát lehetne ezt minden nap egyébként megköszönni, és én remélem, és a terézvárosi kiváló pedagógusok is úgy érzik, hogy a gyermekek mosolyán, tudásán, elégedettségén keresztül ez minden nap megtörténhet. És természetesen a hagyományainkhoz híven ilyenkor adjuk át az oktatási területen megítélt kitüntetéseket és a színes diplomákat is. Ez a kitüntetés engem teljes meglepetésként ért, hiszen a kollégáimat kísértem ide az ünnepségre, akik Terézvárosért díjat kaptak, és kicsit-kicsit gyanús volt, amikor a másik vezető társaim, a többiek mondták, hogy hát csinos legyél, Marcsi, meg ülj oda előre, Marcsi, akkor egy nagyon picikét már úgy gyanakodtam, hogy valami itt fog történni, de akkor is még azt gondoltam, hogy nem, ezek itt mind véletlen történtek. Hát nagyon-nagyon hálásan köszönöm nekik ezt a titoktartást is, hiszen ez még nagyobb meglepetés, és még nagyobb öröm talán. És hát ezek az erkölcsi elismerések úgy gondolom, hogy a tanárok számára nagyon fontosak, és nagyon sokat tudnak lendíteni a elkövetkező 10 évükben. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer mindenkinek, aki gondolt rám. Számomra ez a Terézváros közoktatásáért kitüntetés nem feltétlenül arról szól, hogy én most, illetve majd nem sokára nyugdíjba megyek, hanem ez arról szólt, hogy én eltöltöttem itt Terézvárosban 40 évet, hogy én Terézvárosban szinte én lokálpatriótának érzem magam. Sokkal jobban ismerem ezt a várost, mint akár azt is, ahol lakom, hogy nekem itt van a legtöbb ismerősöm, a legtöbb barátom, hiszen minden gyerek a barátom lett, aki annó a tanítványom volt, vagy ne adj Isten igazgatója voltam. Úgyhogy ebben a kitüntetésben ezek vannak benne, mint ahogy ennél sokkal jobban benne volt a Terézvárosért kitüntetésben. Pár perccel ezelőtt aranydiplomát vettél át itt az 5-ös 10-ben. Mit jelent számodra a Terézváros és az aranydiploma? 1949-ben születtem a Terézvárosban. Közben Kőbányán laktam egy 10-12 évig, utána újra visszatértem ide. 69-ben végeztem a kecskeméti óvónőképzőt, mindig is óvónő akartam lenni érettségi után, és utána elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, Siketek óvodájában dolgoztam 40 évig, és hát most is a Terézvárosban élek. Miért szereted ezt a kerületet? Ide születtem, megszoktam, minden fát ismerek, bokrot, talán ezért itt vagyok itthon.
Ez egy elismerés, ez a díj, én azt gondolom, valamilyen szinten visszajelzés arról, hogy jól végezzük a munkánkat. Nagyon jól esik, hogy megkaphattam ezt a kitüntetést, és nagyon örülök, hogy Andi érdemesnek talált arra, hogy jelöljenek. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök neki. Pedagógus nap alkalmából néhány percet egyszer átvenni a VAS diplomát, aminek jó része Terézvároshoz köti. Hogyan is volt ez? Én a Győri Tanítóképzőben végeztem. Érettségi után akkor még képesítő volt, az még nem volt főiskola tanító képző, és vidékre kerültem gyakorlóévesként Barcsra. Utána Péren tanítottam Győr melletti kis faluban, és ott is már nagyon aktív voltam, már 25 éves, 24 éves koromban igazgatóhelyettes lettem ott a községben, meg tanácstag, meg minden közéletben aktívan részt vettem. Aztán Pestre mentem férhez, és így kerültem ide a 6. kerületbe. Nagyon szívesen jövök a 6. kerületbe, mindig egy kicsit otthonomnak érzem. Bár kiköltöztünk a 3. kerületbe, de a 6. kerületet mindig otthonomnak érzem. Pedagógus életében egyszer adnak aranydiplomát, amit most vettél át itt az 5-ös 10-ben. Mit jelent számodra ez az elismerés, illetve mit jelent ez a sok-sok év, ami mögötte van? Nagyon hálás vagyok érte. Nagyon sokat rajzoltam 3 éves korom óta, 6 éves korom óta kiállítok. Most is az életem nagy részét a rajzolás tölti ki, de nem csak ez volt a pályám során, hanem az egyéni bánásmódot igénylő gyerekekkel szerettem foglalkozni. És különösen, hogyha rajzot lehetett nekik tanítani, tehetségfejlesztés és ehhez hasonlók. Mostani éve ide Terézvároshoz kötnek. Miért szereted ezt a városrészt? Én nagyon szeretek itt élni, bár még csak 5 éve lesz, hogy itt lakom. 5 évvel ezelőtt volt egy kiállításom Solymáron, a Jablonkai Múzeumban, és ott egy terézvárosi riporternő készített velem interjút, és akkor már büszkén mondtam, hogy itt fogok lakni, hogy nagyon szeretek itt élni. Szeretem az embereket. Én a művész otthon lakója vagyok, és hát idős emberekkel foglalkozom. Művészetterápia foglalkozáson abba kapcsolódom be, és most a 2. rajzszakkör indul, talán a jövő hónapban 3 fővel 90 év körülieknek fogjuk csinálni. június 12-én szerdán 12 és délután 18 óra között Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat közösen egészségnapot tart az 5-ös 10 kulturális színtér földszinti színház termében. Fókuszban ez alkalommal a fül-orr gégészeti betegségek szűrése lesz. Emellett lehetőség nyílik aznap a szív és az érrendszer rizikó szűrésére, illetve a szokásos állapot felmérő vizsgálatokra is. Továbbá masszás szolgáltatásokkal is várják az érdeklődőket. Az ingyenes vizsgálatok lehetőségét elsősorban azoknak ajánlják, akik 1 éven belül nem jártak ilyen szűrésen. Jelentkezni 2019. június 3-a és június 11-e között munkanapokon reggel 8-tól 20 óráig lehet a következő telefonszámon 0630 260 67-es 32. Az önkormányzat tisztelettel és szeretettel vár minden 6. kerületi lakost. A mai önkormányzati percek vendége dr. Lőrinc Anikó főorvos, a fül-orr gége szakrendelés vezetője lesz. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat képviselőtestületének humánbizottsága pályázatot írt ki a kerületi szociálisan rászoruló gyermekeket nevelő családok, személyek
és a 62. életévüket betöltött terézvárosi lakosok 2019. évi üdültetésére az önkormányzat siófoki üdülőjében, amely a város belterületén, az Ezüstparton, a parttól mindössze 140 méterre található. A turnusok heti váltással folyamatosan november 4-éig tartanak. Az üdülés 6 éjszakás, kedden 10 órától hétfőn délelőtt 10 óráig tart. A jelentkezők elhelyezésére 11 szoba áll rendelkezésre. Az elérhető szolgáltatások szállás, reggeli, medence és wellness használat. Az üdülő igénybevételének kedvezményes díja 62 év feletti felnőtt részére személyenként napi 2000 forint. 18 év feletti felnőtteknek szintén 2000 forint, 18 év feletti tanulmányokat folytató gyerekeknek 1500 forint, míg a 6-18 éves gyermekeknek 1000 forint per fő per éj. Az üdülő használat 6 éven aluli gyermekek számára díjmentes. A 400 forint per fő per éjszaka összegű idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget az önkormányzat átvállalja. Az üdülési lehetőség feltételeiről bővebb információ olvasható a www.terézváros.hu weboldalon. Pályázni személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályán lehet a 6. kerület 5-ös utca 3 szám alatt. A 6. kerületi Bajza utcai általános iskola május 23-án délután rendezte meg hagyományos gála műsorát az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtér színház termében. Az ő támogatásukkal és az iskola alapítványának segítségével tudták létrehozni ezt a valóban szép rendezvényt. Kicsik és nagyok remekeltek a színpadon. Énekekben, táncokban, hangszeres produkciókban, magyar, angol, német szavalatokban, színpadi jelenetekben volt gazdag az este. A különleges előadások a Ki mit tud és a különböző versenyek legjobb műsorszámaiból kerültek ki. Mindenki lelkesen és ügyesen szerepelt. A mai magazin vendégei lesznek Juhász Gábor és Regős István, a Bajza gyűrű díjazottjai. Az este programját tovább színesítette a már hagyománnyá vált keringő, amit a 8. osztályos diákok adtak elő. Az est fénypontja a Bajza gyűrű átadása volt, amely minden évben egy olyan kiváló pedagógus jutalma, aki az iskola közösségének emberségével mutat példát. A kitüntetést Marton Sándorné doktor, aki 20 éven át volt az iskola igazgatója, alapította, és ebben a tanévben rendhagyó módon ketten kapták meg ezt az elismerést. Juhász Gábor és Regős István tanárurak. Nagy örömükre a nézőteret a meghívott vendégek, a szülők, az iskola volt és jelenlegi tanárai, illetve diákjai teljesen megtöltötték. Ebben az esztendőben a belső pesti tankerület részéről Csőváriné Gurubi Judit szakmai igazgatóhelyettes asszony is megtisztelte jelenlétével az iskola kiemelt rendezvényét. Nagyon gyorsan múlik az idő, újra egy tanévet zárunk, ilyenkor most már hosszú-hosszú évek óta hagyomány a Bajzában, hogy gálaműsorral zárjuk le a tanévet. A mi szokásaink szerint Ki mit tudon szereplő gyerekek azok, akik elsődlegesen most megtöltik itt a színpadot, és természetesen több olyan tanuló is, akik valamilyen budapesti vagy országos versenyen, szavaló versenyen, népdalversenyen részt vettek. Nagyon izgatott vagyok, mert a 8-osaink között nagyon sokan lépnek most fel, és fájó az ember szíve, hogy kiengedi ezeket a nagyon ügyes, nagyon kedves gyerekeket. Most így a néptánc szakkör után is csak azt néztem, hogy hát megint elmennek ezek az ügyes gyerekek. Persze van utánpótlás, igyekszünk továbbiakban is hasonlóan dolgozni, és a tehetségeket megtalálni. Az est fénypontja nem más, mint a Bajza gyűrű átadása. 2005-ben akkor igazgató alapította a saját vagyomból ezt a pedagógusokat dicsérő, pedagógusokat ünneplő díjat, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy amióta én is igazgató vagyok, ő ezt tovább folytatja, és ezt a hagyományt nem szakította meg. Ebben a tanévben izgalmas, nagyon kevés férfi pedagógus van, és most iskolán két férfi pedagógusának szánta a gyűrűt, akik ebben a tanévben is, és az elmúlt évtizedekben is nagyon sokat tettek az iskoláért, Regős István és Juhász Gábor.
ismételtet egy év, itt vagyunk a Bajza Gálán. Bendi, hogy készültetek erre a mai napra? Elég sokat készültünk erre. Én személy szerint ma nem voltam iskolában, mert kórházban voltam, de hát egy nagyon húszós pár hónap alatt készültünk erre fel. Ugye össze kellett próbálni a hangokat, hogy ki mikor mondja ezeket a rövid beugrókat, mert egy csomó olyan ember van, akinek egy mondatnyi szerepe van. Hát meséljetek nekünk, hogy mit adtatok elő, és hogy készültetek rá? Hát a királybolondjak a körcsém volt, ami nagyon sokat készültünk, és szerintem megérte. Hát szerintem jó volt a műsor. Arról szólt igazából, hogy a királynak van egy bolondja, aki mindenféle ilyen bolond dolgokat csinál a néppel. Az előadás után táncoltatok. Miért fontos neked a tánc? Hát nem különösen a tánc, hanem maga a néptánc. Hát jó, hogy konkrétan visszamegyünk az időben, abban az időkben, amikor még a nők ilyen ruhába jártak, ilyen fodros, amikor még 20 réteg volt a szoknyájuk, és nem is ez a lényeg, hanem maguk azok a játékok, azok a internetmentesség, ami engem köt a néptánchoz. Mert ugye ez ilyen régi. Miért szeretsz a Bajzába járni? Mert jó iskola, és hát nagyon erős. Jó tanárok vannak, jó sok osztály, finom a kaja, minden jó. Bajza Gála, neked az utolsó előtti, Emilnek az utolsó. Milyen volt ez a fellépés, hogy készültetek rá? És egyáltalán arról meséljél, hogy jött össze ez a néptánc csoport. Ez a néptánc csapat már az iskola közvete óta van, és több fellépésünk is volt. Erre minden héten több alkalommal készülünk, és nagyon sok munkánk van benne. És nem ez az első hely, ahol már fölléptünk már. Kikből áll a csapat? Főként nyolcadikosokból, de tehát ötödiktől nyolcadikig bármilyen évfolyam előfordulhat benne. Ez utolsó Bajza Gálád, ilyenkor mit gondolsz, amikor fönn vagy a színpadon, hát hiszen elbúcsúzol lassan az iskolától és az iskolatársaitól. Így van, ez az utolsó gálám, és hát mindig izgatottan várom ezeket a fellépéseket, és hát rossz lesz itt hagyni az iskolát, mert nagyon sok élményt megéltem, és sok fellépésem volt, főleg itt az 5-10 színpadon, a Bajza Gálán. A Terézvárosi Önkormányzat megbízásából a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit ZRT szervezésében 2019. június 24-e és augusztus 16-a között az idén is a Derkovics Gyula Általános Iskola épülete, udvara, játszótere és sportpályája ad otthont a kerületi nyári napközis tábornak. Itt vehetnek részt a gyerekek a különféle ingyenes szabadidős foglalkozásokon, kulturális programokon, vetélkedőkön, a közeli Bajza utcai uszodában pedig az úszás oktatáson. A Derkóból indulnak majd a számos külső, fővárosi és vidéki helyszínű programra, állatkert és múzeum látogatásokra, kirándulásokra. A részvételhez minden gyermek számára szükséges utazási bérlet, vagy hetente 4 darab BKK jegy. A napi háromszori étkezés térítési díja 441 forint. A június 24-i első hétre, június 11-én és 18-án, kedden 15-től 18 óráig lehet befizetni a Derkovics iskolában. A részletes tábori tájékoztató megtalálható az iskolákban, illetve a Terézvárosi Önkormányzat és az 5-10 recepcióján. Szeretettel várják a kalandos táborozásra váró gyermekek jelentkezését. Táncra csábító fúvós zene, népviseletbe öltözött táncosok
és az egész heti özönvízszerű esőzés után gyönyörű napsütés fogadta június első napján a 6. kerületi Hunyadi térre látogatókat. A Tér Zene Zenetér programsorozatban ez alkalommal a Terézvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat adott egy kis ízelítőt hagyományos kultúrájából, kiegészülve a kerületi Bajza utcai általános iskolások diákok produkcióival. Az autentikus sváb zenét játszó Lor Capelle zenekar a rendezvénysorozat visszatérő vendégeként láthatóan népes rajongótábort alakított ki. Elsőként a 6. kerületi Bajza utcai általános iskola német nemzetiségi osztályába járó gyerekek léptek a színpadra. Az első és a negyedik osztályos kisdiákok egy gyermek dalcsokorral örvendeztették meg az egyre sokasodó közönséget. Utánuk a Lor Capelle és a Szigetszentmártoni Exerej német nemzetiségi tánccsoporté lett a főszerep. A zenészek és a táncosok, az andalító valcerek és a pattogó ritmusú polkák jó érzékű válogatásával pillanatok alatt fantasztikus hangulatot teremtettek. Azt mondtad, hogy reggel már megrendelted a jó időt, hiszen tavaly elmosott benneteket az eső, de most itt vagyunk a Hunyadi téren ismét, 5. alkalommal, és gyönyörű, erőfényes napsütés van. Mit hoztatok ma nekünk? Igen, nagyon örülünk mi is annak, hogy ilyen csodaszép időjárást kaptunk. Elég szép nemzetiségi műsorral készültünk. A Bajza utcai általános iskolásoknak erre az alkalomra verbúválódott első, illetve negyedik osztályos gyermekeiből egy kórus érkezett 18 fővel gyermekkel, úgyhogy ők fogják színesíteni a mai napot. Emellett a Hexerei Német Nemzetiségi Táncsoport is eljött, és hát természetesen a zenekarom is itt van. A zenekar 1996-ban alakult a Csepel-szigeten, és fő célunk, hogy a fiatalokkal megszerettessük az élő fúvószenét. Igyekszünk nem csak hagyományos sváb zenét, hanem modern könnyű zenét is játszani pont ezért, és nagyon bízunk abban, hogy rövidesen a vendéglátóipari egységekbe újra visszatér az élő zenének a varázsa. Gyerekeket nem kellett bíztatni, néhány taktus után táncra perdültek, ami láthatóan az idősebbekre is bátorítóan hatott. Vasárnap kirándulunk, azaz köszönjük meg, Rózsát, unatkozni nem fogunk. Két szép szemem, hamisan kacsint le rám, s tóta közben csók meg nekem, hogyha csókra szomjas a szám. Köszönjük szépen! Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a 6-os csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!